Jó napot kívánok, ez itt a Francia Politika, én Sós Eszter Petronella vagyok. Néhány évvel ezelőtt sétáltam egy kollégámmal, bevallom, arra már nem emlékszem, hogy Párizsban vagy Budapesten, aki arról beszélt nekem, hogy kellene írni egy nagy kötetet a jelenkori Franciaországról. Ez a kollégám ma itt van velem, ha nem is a stúdióban, hanem Skype-on, és arról fogunk beszélgetni, hogy ez a kötet a jelenkori Franciaországról megszületett, méghozzá az ő szerkesztésében. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Türke András Istvánt, aki Svájcból kapcsolódik be a Francia Politika adásába. Szervusz! Szervusz! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Emlékszel, hogy Párizsban vagy Budapesten sétáltunk? Egy zebránál álltunk még, ez a kép is megvan, ott említetted először. Talán már a párizsi találkozásunk alkalmával szóba került ez az ötlet. És akkor még egyszer meg is mutatom a kamerának is. Két kötetben jelent meg a jelenkori Franciaország, amelyet András, te szerkesztettél, és ez egy nagyon-nagyon fontos munka, annyira fontos munka, hogy természetesen a Francia Politika adást szentel neki. Mindjárt beszélünk a könyvről is, de azért ez egy heroikus munka volt. Ugye sokan dolgoztunk rajta, társszerzős kötet, nagyon sok embert mozgattál, nagyon sokat kilincseltél, nagyon sokat lobbiztál, úgyhogy beszéljünk egy kicsit erről. De még mielőtt itt belemennénk a szervezés nehézségeibe, emlékeztes engem is és a nézőket is, hogy mi volt az érvelés amellett, hogy szükség van erre a kötetre. Szóval miért gondoltad úgy, hogy időt, energiát nem spórol, vagy gyakorlatilag az elmúlt éveidet ezzel töltötted? Igen, tehát ez részben ugye egy életkori sajátosság is, hogy így akkor az ember 40 felé közeledik, akkor visszatekint, és hát megnézi, hogy mit tett le az asztalra, miket írt, és hát rengeteg írás, akár kiadatlan elemzés, háttérelemzés összegyűlik, és gondoltam, hogy tehát egy kicsit így a személyesebb oldalra hivatkozva, hogy ideje lenne ezeket összegezni, kicsit leporolni, felfrissíteni, és akkor rögtön jött a másik ötlet is, hogy hát csináljunk ebből egy szélesebb projektet, hiszen szerencsére Magyarországon rengeteg kiváló francia szakértő van, és rengeteg ugye téma fölmerül, és akkor már az adott témát lehetőleg az a szerzőnk írja, aki a legjobban ért hozzá. És szerencsére elég mély a merítés, hogy így mondjam, tehát sok embert meg lehet keresni, mert szerencsére sokan foglalkoznak Franciaországban, Magyarországon, igen magas szinten, valamint természetesen pályakezdőknek is már elismert, tehát az asztalra már valamit letett pályakezdőknek is adjunk lehetőséget. Tehát egy kicsit széles perspektívával indult ez a kötet. Fogjuk össze ugye a franciás kollégáknak egy kicsit az ő működésüknek is az eredményét, teremtsük meg a lehetőséget, hogy összegezzék. Tehát ezt többször is aláhúzom, ezt az összegzőbb jellegű mű elkészítésére való törekedést, hiszen, és itt majd ugye mindjárt jön egy következő szempont is, hogy gyakorlatilag az elmúlt bő 20 év az egy olyan periódus, amely ugye rögtön feltűnt nekem, hogy lefedetlen. Uh-huh. Természetesen számos tanulmány, elemzés született, de így, tehát egy nagyobb összegző mű keretében erről most, tehát ezt most tudtuk közösen letenni az asztalra, hiszen majd mindjárt, hogyha sort tudunk rá keríteni, egy pár előzményt is megemlítenék. Tehát ugye, hogy korábban az érdeklődő nagy közönség számára a klasszikus. Igen, egy klasszikust a Gazdag Ferenc professzor úrnak művét említsem, de hát ugye ez is 45-95 közötti Chirac megválasztásával gyakorlatilag véget ér. Igen, hogyha, ezt sajnos nem tudom megmutatni, mert csak e-bookban van meg Haner Péter tanár úrnak a Franciaország története, ugye ez egy teljes Franciaország történet, de ez is a 2000-es évek elején lezáródik.
hogyha ugye magyar szerzőket kell említenünk, ami még elérhető ugye magyar olvasó számára, ez a Dübi-féle kétkötetes mű az Osiris kiadásában, viszont ugyebár ez egy 2007-es kiadás, ha jól emlékszem, de a 1999-es francia kiadáson alapult, tehát ez is megszakad valahol a 2000-es évek elején a szám, és esetleg még egy-egy angol szerzőtől ezt a Franciaország történetet, Roger Price-tól, nem jól lehetem a nevét, még ez elérhető magyar olvasó számára, amik ilyen van a francia világatlasza. Úgy nagyjából, és így hirtelen a kezembe akad még két francia is, hogy ugye valószínűleg számtalan néző francia is olvas, számukra is szívesen ajánlom ezt a Franciaország történetet az Encyclopédia Universalis sorozatban, valamint a Lucien Belli, az egyik kedvencem, ez egy ilyen rövid lényegre törő Franciaország történet. Valójában a francia piacot tekintve is ez egy kis hiány, cikk, ha szabad így mondanom, tehát egy ilyen összegzőbb jellegű a napjainkig elérő és kellően részletes, tehát ilyen rövidebb összegzőbb jellegű művek vannak, de ilyen részletességű könyv, mint a miénk, ez hát nem vagy alig lehet találni. Most nem mondom, hogy az teljes francia könyvspektrumot ismerem, de azért egy elég széles részét követem nyomon. Milyen nehézségek adódtak mégis, tehát valóban világos, hogy sok szempontból hiánypótló ez a mű, mégis nagyon sokat kellett harcolnod, hogy ezek a kötetek nyomdába kerüljenek és elkészüljenek. Mesélj egy picit a nehézségekről, arról a munkáról, amit a háttérben szerkesztőként végeztél. Ugye volt lehetősége az embernek egy picit belelátni, hogy azért elég sok csatát megvívtál, mire itt a stúdióban én eljuthattam odáig, hogy meglobogtatom ezeket a köteteket. Valóban kár lenne tagadni, hogy tényleg nem szeretném eltúlozni, de hát szinte heroikus küzdelmet folytattam, illetve hát folytatott a szerzői gárda, hogy végül le tudjuk tenni az asztalra ezt a két kötetet. Szóba került, hogy sok kiváló francia szerzőnk van, viszont sajnos meg kell említenem, hogy elég sokan a megkeresésemre udvariasan elutasító választ kaptam. Nem akarok túlzottan ennek a lényegi részébe belemenni, de hát ismert ugye a Magyarország egyetemek helyzete, finanszírozása, stb. Valószínűleg elég sok kollégának ez egy, ugye, mivel egy egyetemi projekt ezért bizonytalan finanszírozású plusz PUP lett volna a hátán, és ezért inkább óvatosan, de elutasítottak, akkor nagyon sokan szerénységből legalábbis arra hivatkoztak, hogy nem érzik magukat annyira nagy szaktekintélynek, hogy egy teljes korszakról átfogó módon tudjanak. Szerintem itt egy kicsit eltúlozták a kollégák, mert tényleg számos kiváló kolléga van. Akkor volt olyan is, hogy hát ugye ez egy csapatmunka, tehát 20 szerzőnk van, tehát 20 szerző írta a könyvet, és itt bizony átfedések lehetségesek, össze kell hangolni a munkát. Ezek a klasszikus szerkesztői nehézségek csomagra, hogy utaljak, tehát nyilván ugye a kohabitáción például egy jó példa erre, hogy sokszor előkerült, nem lehet 35-ször részletesen elmagyarázni, mert akkor a könyv nagyon hosszú és nagyon unalmassá válik. Most muszáj, hogy én is szerkesztek egy picikét azoknak a nézőknek, akik nem tudják, hogy mi a kohabitáción, magyarázzuk el mi is röviden, de csak egyszer. Tehát ugye ez, amikor más pártcsalád adja az államelnököt és a miniszterelnököt, illetve hát ugye némely esetben fontosabb az első miniszter kifejezés, de erre tényleg nem szeretnék itt most a részleteibe belemenni. Lényeg az, hogy a magyar rendszertől azért a francia jelentősen eltér az állam működése és egy miniszterelnöknek a feladata, illetve az ereje.
Tehát ugye ezeket össze kellett hangolni, és volt sajnos, hogy újra kellett fejezeteket emiatt írni, mert kevésbé volt erre hajlandóság. Valamint hát ugye a legnehezebb csomag ez a finanszírozás kérdése, és hiába kaptunk ugye egyetem részéről ígérvényt, hogy szerzői honoráriumok szempontjából meg lesz a keret, végül is ezt sajnos nem kaptuk meg. Akkor most már térjünk át az örömhírekre, a nehézségekről. Mi a kötet koncepciója, pontosabban a kötetek koncepciója? Tehát, ugye itt van egy logikai felépítés, ha jól értem, és akkor javíts ki, hogy jól értem-e, az első kötet az tulajdonképpen egy ilyen bel- és külpolitika elsősorban történeti szemszögből, és egy szakpolitikai rész a második kötet, ami hát tételesen közpolitikai kérdésekbe megy bele, és hát ilyen értelemben választja szét az első és a második kötet, tehát hogy egy ilyen külésbelpolitika történet, illetve a szakpolitika külön kötetben. Gondolom nem kell túl bonyolítani, de azért erősítsd meg, hogy akkor ez a koncepció. Kérdezem, ezt álnaivan. Így van, tehát az első kötet, ez a bel- és külpolitika vezérfonala mentén egy összegző, kronológikusabb jellegű kötet, amiben azért törekedtünk, hogy egy-egy érdekességet, egy-egy fontosabb társadalmi eseményt is, vagy mondjuk egy ugye, francia innovációra jellemző események is szerepeljenek, tehát úgy, mint sztrájkok, vagy például a TGV ugye, vasútvonal megjelenése, ott csak egy-két példát ragadjak ki. Tehát ugye az olvasó egy kronológikus sorrendben is kapjon egy átfogó képet, úgy körülbelül nyomon tudja követni, mi történt Franciaországban az adott korban élő francia állampolgárra, milyen hírek hatottak, amik ugye, tudom én, egy katasztrófa események, ilyesmit is egy-egy példa alapján szemléltetjük, ami ugye természetesen a döntéshozásra is, döntéshozókra is hatással lehetett. Tehát ez egy ilyen áttekintőbb jellegű fejezet, és a második kötet pedig bizonyos sarok témák kapcsán, tehát 16 ilyen téma van, jól rémni. Ránézek. Kicsit mélyebbre ás, és ugye a kronológikus jelenkori Franciaországról írunk, de például a német-francia kapcsolatok területén ugye több száz éven menőleg, tehát visszatekint, hogy a teljes ívét felrajzoljuk, vagy például a francia alkotmány a jelenkori, tehát az ötödik köztársaság alkotmánya sem véletlen, hogy úgy néz ki, hogyan. És ugye ez a kötet ilyen szempontból megteremti a lehetőséget, hogy egy kicsit részletesebben ez mind horizontálisan, mind vertikálisan ráfókuszáljunk ugye egy-egy ilyen témára, ugye az alkotmány szóba került, az intézményrendszer, regionalizmus, akkor a francia gazdaság, történet, társadalom történet, kultúrpolitika, oktatás, és ugye mivel ugye ez egy magyaros, tehát hogy magyar szerzők által készített kötet, ezért a magyar-francia kapcsolatok, valamint Franciaország és Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa kapcsolatrendszere is igen részletesen van bemutatva a kötetben. Ha ki kéne emelni a kötetnek a sarokpontjait, vagy azokat az elemeket, amelyekre azt mondod, hogy ez a magyar piacon tényleg nagyon új, tényleg nagyon hiánypótló, most azon túl, hogy nyilván az egész koherensen hiánypótló, akkor mik azok a sarokpontok, amiket kiemelnél szerkesztőként, és nyilván nem megsértve azokat, akik most kimaradnak ebből a felsorolásból? Itt még egy kicsit, hogy egészítsen ki a korábbi válaszomat, tehát az első kötetben ugye ülés biztonságpolitika, de a külpolitika mellett a védelempolitika is nagyon hangsúlyozottan megjelenik. Lévén elég sok szerzőnk, akik ugye francia politikával foglalkozik, európai uniós ügyek, illetve
tehát Európai Unió történetének a szakértője is, tehát ez a szegmens is igen erősen van bemutatva. Talán úgy közelítsük meg, hogy miből erő, tehát miért erős ez a kötet, akár nemzetközi viszonylatban is. Tehát, hogyha csak a Dübi kötetet említeném, ami egy nagyobb összefoglaló, akkor azzal összevetve a kül- és diplomáciai részeket emelném ki. Tehát gyakorlatilag még franciások által írt anyagban sem található, megkockáztatom, ilyen részletességű bemutatása a kül- és francia külpolitikának és diplomáciának. Természetesen egy-egy elnökségről, hogy is mondjam, rengeteg anyag áll rendelkezésre, de ilyen összegző jelleg jóval kevésbé. Tehát főleg a külpolitikai rész erős, ami az egész korszakra vonatkozólag a könyvünkben a francia szakirodalomra reflektálva is. Valamint ugye azt is meg kell említeni, hogy egész másként írhat egy magyar szerző, mint egy francia. Tehát én látom, és ezek meg is jelennek a könyvben, tehát a kortárs legelismertebb francia külpolitikai elemzők, egy Maurice Weiss vagy egy Frédéric Bozonnak a könyveit mi egészen a 2019-es kiadásig szinte használtuk, tehát beépítettük a könyvbe az eredményeket, de nagyon látszik, hogy mik azok a sarokpontok, ahol hát ugye politikai korrektség és egyéb jegyében a francia szerzőknek, hát hogy is mondjam, kicsit elkalkul a hangjuk, vagy nagyon túlzottan is röviden tárgyalják. Minket ugye szerencsére ilyen megkötések nem bénítottak le, és ezért is gondolom, hogy akár tehát olyanoknak is, akik ismerik és forgatják a francia szakirodalmat, is érdekes lehet, mert több, tehát plusz anyagokat találhatnak benne. Mondasz konkrétumokat, például olyan témákat, amik itt bővebben megjelennek, de a francia szakirodalomban kevésbé? Hát ugye ez főként azok a kérdések, amelyek kevésbé a Franciaország dicsőség tábláján szerepelnek, hogy milyen együttműködések folytak, ugye például az afrikai egyes diktátorokkal, akkor a titkosszolgálat milyen, hogy is mondjam, nem feltétlenül a nemzetközi jog minden pontjának megfelelő műveleteket hajtott végre. Tehát ilyen jellegű kérdések, főleg a háttere az eseményeknek, hogy mi miért történt így. Akkor ugye, ami nagyon ellentmondásos megítélésű, és hát ez a szakmai vitákat is igyekszünk bemutatni a kötetben. Ugye Franciaországnak a hidegháború vége felé ez a Mitterrandi korszaknak nem az erőssége, hogy mennyire értette vagy nem értette félre a nemzetközi eseményeket, akkor az eseményeknek párhuzamos magyarázata is létezik, erre is kitértünk, hogy vajon Mitterrand az utolsó pillanatban is még azért ment az NDK-ba, hogy látta, hogy mi fog történni, és hogy elébe menjen, vagy hogy azért, mert nem látta. Tehát számos ilyen problémára is azért igyekszünk, amennyire a kötet erre teret enged reflektálni. Ugye te személyesen is sokat írtál ebbe a kötetbe szerzőként és társszerzőként. Mi az, amit a munka során akár szerkesztőként, akár szerzőként tanultál? Szóval neked mondott újat a munka, a kötet, tanultál akár ilyen dolgokat, amelyekben mélyebben bele tudtad ásni magadat? Valami kis kulisszatitkot árulj el nekünk a személyes utadból a könyv készülése során. Természetesen tanultam, végül is a könyv megírása egy tanulási folyamat is volt, mert bár igyekszem személy szerint is az ismereteimet tényleg Franciaország minden adott témája kapcsán bővíteni, de hát természetesen nem, tehát egy személyre képtelen, ezért is vagyunk 20-an, hogy minden adott témát kellő részletességgel és kellő háttérismeret birtokában
át tudjunk látni. Tehát én rengeteget tanultam a társszerzőktől, főleg a gazdasági fejezetekből, az, hogy Franciaország is mondjam, újraindítása, felvirágoztatása az például milyen hatalmas, tehát szinte hihetetlen mértékű GDP arányos beruházásokon alapult a kutatásfejlesztés és oktatás területén, amiből esetleg lehetne tanulni is. Valamint ugye mi nem nagyon törekedtünk a kötetben arra, a szerzőknek ez ki is volt adva, hogy ne vonjanak egyfolytában párhuzamot mondjuk a magyar aktuál politikával, vagy magyar politikával, viszont nyilván a szapientiszát, tehát az értők számára azért kivilágnak egyes érdekes is mondjam, pontok. Itt most tényleg két példát emelnék ki, az egyik ugye az, hogy egy mik az előnyei, tehát vagy milyen előnyei és hátrányai lehetnek annak, hogyha egy erősebb kezű politikai vezetés, politikai akarat érvényesül. Tehát ez a döntéshozatali folyamatokat mennyire képes meggyorsítani, mondjuk áttörést elérni, vagy mik ennek mondjuk a negatívabb vonalai, de inkább most a pozitívokról beszélnek, akár a nagyobb állami kulturális beruházásokkal kapcsán, amelyek nyilván egy kicsi szubjektív presztízs jellegűbbek, és ugye, hogy minden francia elnök valamennyire, legalábbis a többsége az 5. köztársaságban a kezen nyomát akár egy kulturális létesítménnyel is rajta szerette volna hagyni a Franciaország történetén. Ugye egy François Mitterrand nemzeti könyvtár, hogy csak egyet említsek meg. Tehát ennek a kapcsán lehet összevetéseket tenni, ami szerintem nagyon érdekes, valamint egy konkrétabb külpolitikai jellegű, hogy Franciaország François Hollande idejében szintén próbálkozott ugye abban a doktrinával, hogy a külpolitikát kiszélesítsük, és a külkereskedelemmel valamennyire összekapcsoljuk. Most itt is nagyon érdekes összevetéseket lehet tenni majd, aki olvas ezt a könyvet, hogy miben más a francia modell. Nem akarom nyilván elszpoilerezni, de tehát a francia modellben inkább a külpolitikához kapcsolták a külkereskedelmet nagyon szorosan, viszont nem helyezték a külkereskedelmet a külpolitika fölé, tehát egy ilyen más egy kicsit az alárendeltségi viszony, és rengeteg szakértőt vontak be gyakorlatilag tényleg szakmai alapon is pártállástól függetlenül, és ezeket próbálták mozgatni. Szóval milyen eredménnyel azt a kötetet elolvasva részletesen ki fog derülni. Így van, minden nem mondjunk el, bár nem is nagyon lehet, mert hogyha jól számolom, azért ez olyan bő 800 oldal mindennel együtt. Több, 840 oldal körül van, most kérdés, hogy előutólapokat bele számolunk bele. 840 és 850 között. Igen, úgyhogy azért ez a esti olvasmánynak viszonylag sokáig elég lesz, ha valaki... Igen, visszatértél, egy pillanatra szakadtál meg. Megbeszéltük az esti olvasnivalókat. Van-e további terv? Van-e még több ebben? Tehát ez egy lezárt projekt, vagy egy hosszú projektnek egy állomását tartjuk a kezünkben, mármint azok a szerencsések, akik a kezünkben tartjuk? Igen, természetesen tervezünk még. A nehézségek ellenére próbálunk, és itt esetleg hát, ha tudok olyanok felé szólni, és akik szponzori szerepet vállalnának, mert szeretnénk ennek a könyvnek, hogyha francia és angol fordítása is megjelenne, tehát a nemzetközi könyvpiac felé is találnánk utakat. Valamint a szerzők a munkájuk során találkozhattak, illetve hát használtak rengeteg dokumentumot. Nem feltétlenül csak írásos dokumentumokra gondolok, hanganyag, például az inás, az audiovizuális francia
archívumnak az anyagait, például az elnök jelölti viták kapcsán nagyon érdekesek, és szeretnénk egy ilyen dokumentum kötetet, akár egy nyomtatott kötetés, egy DVD, vagy valami hasonló megjelenési formába. Hát itt természetesen ez még szervezés alatt van, még meg kell látnunk, hogy ugye szerzőjogi és egyéb problémákat hogyan tudunk kezelni, de tervezzük, igen, hogy egy ilyen kiegészítő kötet megjelenjen. És hát ugye ez főleg, aki egyetemi oktatásban használja majd a könyvet, illetve hát tanul belőle, ez akkor rögtön el tudja olvasni, hogy az ilyen vagy olyan beszéd akkor miről szólt részleteiben is. Például. Milyenek az első visszajelzések? Ugye volt egy könyvbemutató nemrég, egy hibrid formában tartott könyvbemutató, ahol hát emlékezetem szerint nagyon harcoltak a recenzensek, hogy rosszakat mondjanak, mármint úgy értem, hogy nehezükre esett. Tehát jók voltak az első visszajelzések. Te is így látod-e, hogy alapvetően örömmel fogadta a magyar tudományos piac ezt a könyvet, vagy ez csak az én szívemnek kedvessége miatt látom így? Igen, hát rögtön egy szubjektív vonalat hadd csempészek így zárójelbe, hogy én amikor már egy könyvet letettem az asztalra, akkor így babonából is kevésbé szeretem azt már így kinyitogatni, mert én mindig találok valamit, amit máshogy írnák, hogy írnék, kiegészítenék, stb. Tehát biztos, hogy lehet még dolgozni ezen a könyvön. Tehát ugye valamikor mindig ugye meg kell húzni ezt a vonalat, és le kell zárni. Viszont nagy szeretettel fogadjuk, tehát olvasóktól is bármilyen megjegyzés, kritika, akár pozitív, negatív, azt a későbbi kiadásokban megfontoljuk, beépíteni tervezünk. Szerencsére az első visszajelzések azok nagyon pozitívak. Reméljük, hogy nem csak a première impression, hanem majd, hogyha tényleg egyes, illetve hát reméljük, hogy az olvasók többsége akár a teljes 840 oldalon keresztül rágja magát, mert úgyis tudja használni a kötetet, hogyha csak egyes téma vagy egyes korszak érdekli, és az átfogó vélemények is ilyen pozitívak maradnak. Azt mondjuk még el, hogy hol lehet kapni ezt a kötetet, akár e-könyv, akár print formában, de ha jól sejtem, akkor az e-könyv is egy ilyen későbbi projekt része. Igen, ez igazából a kiadónktól függ, a Magyar Lármattan kiadót említsük meg, és ezúton is hálás köszönettel tartozom nekik, mert rengeteget tettek hozzá a könyvhöz, kiváló olvasó szerkesztést kaptunk, illetve tördelő szerkesztést többek között. Tehát ugye egyrészt a válasz a kérdésre a Lármattan kiadó, akár ugye az ő könyvesboltjuk, akár online is nagyon egyszerűen meg lehet rendelni, de természetesen a nagyobb könyvkereskedelmi hálózatokban is felelhető, éppen nincs a raktárhiány, tehát Libri, Lira, Alexandra, vagy akár kisebb online könyvkereskedéseknél, akár időszakosan nagyobb akciókkal is, ahogy tudod, ahogy mondani szoktam. Igen, most hát tehát az e-könyv az pedig ugye általában úgy szokott lenni, hogy megvárják, amíg a nyomtatott példányok egy pár hónap átfutással terítődnek, és utána szokott erre sor kerülni, de tényleg a kiadó nevében nem szeretnék nyilatkozni. De reméljük, hogy lesz. Azért is hasznosak az e-példányok, mert ugye sajnos nem tudtunk név- és tárgymutatót tenni a kötetbe, de aki ezt tehát szakmai célokból használja, az e-példányban ugye pillanatok alatt rákeresve meg tud találni bizonyos témákat, neveket, hogy hol szerepelnek, vagy akár országneveket, tehát modern technika egy kicsit ezt pótolni tudja. Hát ezt nagyon izgatottan várjuk. András, ennyi fért bele a mai beszélgetésbe. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél és beszéltél erről a hatalmas munkáról, és hogy bekapcsolódtál
Svájcból ebbe a beszélgetésbe. Gratulálok, és még egyszer köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és neked is gratulálok, mint társszerző. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És hát önöknek pedig ismét megmutatom ezt a nagyon fontos könyvet, ez itt a reklám helye, vegyék, vigyék, a jelenkori Franciaország 1-2, Türke András István szerkesztésében. Egy nagyon fontos könyv jelent meg a magyarországi franciás piacon, remélem, hogy az önök tetszését is elnyeri. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a Francia Politika. Tudják, www.hetitv.com, illetve www.franciapolitika.com, ezeken a címeken találnak friss tartalmakat. Mi pedig itt a TV képernyőjén találkozunk a következő alkalommal. Viszontlátásra!